Tisztelt Országgyűlés, mivel minden frakció elmondta az interpellációt eddig sorrendben, most független képviselőnek van lehetősége interpelláció elmondására, tehát Székely Sándor független képviselő interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez Magyarország legbrutálisabb önkormányzati kampánya embereket tart félelemben címmel. Székely Sándor független képviselőt illeti a szó. Igen, köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Ugye én független képviselőként vagyok bent a parlamentben, de van egy civil szervezet és a szolidaritás mozgalom, aminek én az elnöke vagyok, és ez a szervezet is részt vett a önkormányzati kampányban. Döntő többségében a ellenzéki pártokkal küzdöttünk, márhogy velük szövetségben önök ellen. És hát így volt alkalmunk megtapasztalni a kampánynak a minőségét az egész országban, Szombathelytől Debrecenig. Mi sok helyen bejutottunk, pár helyen nem, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy az általános kampányelemek mellett, amit mindenki használt a kampányban, tüntetések, fórumok, konferenciák, szórólapok, ugye mi ezeket használtuk, de a Fidesz használt valami mást is, illetve hát önök és az önök szervezetei, és ez a gyűlölet és a félelemkeltés volt. És ez nem csak a városokban, a nagyvárosokban és a középvárosokban, hanem a falvakban is, sőt, leginkább a kisfalvakban. Saját szememmel tapasztaltam meg, hogy hogy is működik egy kis faluban, tehát több kis faluban is, de ugye most beszélünk egy kis faluról, Cserépfaluról, erről az 1000 fős településről Borsodban, olyan működik a fideszes propaganda egy ilyen kis városban, egy ilyen kis faluban. Az ellenzék, vagy hát a nem fideszes jelöltek által szervezett fórumra a fideszes jelölőszervezetként induló polgármester és brancsa elment, és hát nagyon szisztematikusan elkezdték támadni azokat a képviselőket, akik tartották a fórumot, megengedhetetlen hangnemben és stílusban gyalázni őket. Nyilvánvalóan előre megtervezett színjáték volt, hihetetlen fél órát éltem ott meg. Szerencsére ezek a képviselők, akik indultak, egyébként akik nem is olyan régen még fideszesek voltak, ezek nem adtak táptalajt ennek a vitának ott helyben a folytatására, így a támadó fél az elvonult, de csak azért, hogy másnap tovább folytassa már a saját fórumán a gyalászkodást. Elég annyit, hogy volt, aki elsírta magát ezen a fórumon, amit a fideszes polgármester jelölt úr tartott, és hát volt olyan férfi, aki ugye nem volt ott, de másnap meg akarta keresni a polgármestert. A fórum után nemes egyszerűséggel megfenyegették egyébként a falu lakóit, hogyha nem a megfelelő emberre szavaznak, akkor nem lesz munkája, illetve lehetetlené teszik a vállalkozásaikat. Tehát ilyen előzmények után ugye nem csoda, hogy ebben a faluban, Cserépfaluban, ugye a Fidesznek a képviselői nyertek. De itt nincs vége a történetnek, hiszen másnap, illetve még aznap este, amikor eldőlt a választás, a polgármester úr és társai autókon megfenyegették elmentek a ellenzéki képviselők házba, és ott kiabáltak. És hát ugye nem szép dolgokat kiabáltak neki. És hát, hogy mondjam, ugye az az elképesztő dolog, kedves fideszes képviselőtársaim, hogy önök nem az ellenzéki szavazókat fenyeget. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, képviselő. Ez a kormány és a Fidesz azért, hogy a hozzátartozó politikusok ne zaklassák és fenyegessék az állampolgárokat, hanem... Köszönjük szépen, képviselő úr. A válaszadásra megadom a szót Pogácsás Tibor államtitkár úrnak, parancsol. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tehát valóban október 13-án megtörtént az önkormányzati választás, és valóban köszönet illet mindenkit, aki a választáson részt vett, aki a választáson elment szavazni, és döntött arról, hogy a saját települését
kik irányítsák a település fejlesztésért, a település üzemeltetésért kivállaljon felelősséget. A köszönet illeti azokat is, akik a választás technikai előkészítését, bonyolítását, a szavazatszámlálást végezték, tehát a választási irodák munkatársait, a választási bizottságok munkatársait, és a szavazatszámláló bizottságok munkatársait is, illetve hát a szavazatszámláló bizottságok tagjait és az odadelegált párt vagy jelölő szervezetek által odaküldött emberek munkáját is köszönet illeti. Pontosan azért, hogy a választás, hogy minden választás a lehető legtisztábban bonyolódjon, hogy minden jelölő szervezet érezhesse azt, hogy a választásra rá tud tekinteni, hogy látja a választás lebonyolításának a tisztaságát, a kampány tisztaságát, azért van lehetőség arra, hogy a választási bizottságokban, illetve hát később a szavazatszámláló bizottságban jelölteket, megfigyelőket delegáljanak. A választási bizottság feladata az, hogy a választási kampányban, vagy választás napján, illetve a választás során észlelt anomáliákat, visszásságokat vizsgálja, és amennyiben ilyeneket tapasztal, a választási bizottság döntéseket hoz, a döntések alapján elmarasztalja azokat, akik a választás szabályaival szemben cselekszenek. Ilyen lehetőségek rendelkezésre álltak minden településen, így Cserépfalun is. A jegyzőkönyvekből nem derült az ki, hogy Cserépfalun ilyen típusú észrevételek történtek volna, illetve a illetékes rendőrkapitányság ismeretei alapján nem történt bejelentés sem a választást megelőző időszak, sem a választást követő időszakban bármiféle rendbontásra vagy bűncselekményre utaló bejelentés nem történt. Tehát amennyiben a képviselő úr által elmondott cselekmények megtörténtek, akkor ennek megvan a törvényes menete, hogy hogyan lehet ez ellen, vagy lehetett volna ez ellen fellépni, akár a választási bizottságnál, akár a rendőrségnél a szükséges bejelentéseket meg lehetett volna tenni, de ezek nem történtek meg, ilyen alapon nem tudunk erre reagálni. Még egyszer megköszönöm mindazoknak a munkáját, akik a szavazatszámláló bizottságban, illetve a választási bizottságban, választási irodákban részt vettek ebben a munkában. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, Pogácsás államtitkár úr! Megkérdezem Székely Sándor képviselő urat, elfogadja-e választ? Egy perces, viszont válaszra van lehetőség. Köszönöm szépen, elnézést, egy kicsit az előbb tovább beszéltem, igyekszem nagyon rövid lenni. Nem tudom elfogadni sajnos a választ. Ön is tudja, hogy pontosan tudja, hogy ilyen kis faluban mennyire kiszolgáltatottak az emberek, illetve sajnos azok a települések, amiket önök emberei vezetnek, mennyire kiszolgáltatottak az emberek, félnek, nem hogy főjelentést nem mernek tenni, hanem lassan már meg sem mernek szólalni, és ezt önök intézték az elmúlt 9 évben. Nem mondom, hogy köszönjük szépen. Úgyhogy nem fogadom el a választ. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, a tisztelt országgyűlést elfogadja az államtitkári választ. Kérem, most szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az államtitkári válasz 99 igen szavazattal, 32 ellenében, 1 tartózkodással elfogadta.